Elvtársak, a kultúra a fontos dolog. Aki mit tudott, azért rendezik meg, hogy magukból a tehetség kigyűjjön. Irodalmi színpadosok, szavaló, kórustagok. Van ilyen az Alegységnél? Azt akarom, hogy legyen az Alegységnél. Táncegyüttes, kórus, irodalmi színpad, minden, ami kell. Egy ilyen kivitt megnyeréséhez. A szabad időben, ettől kezdve nem foglalkozhatnak mással, csak a kivitt tudda. Világos? ...1955-ben a Szovjetunió a NATO-ra válaszul, létrehozta a Varsói Szerződést, a Szocialista Országok Katonai Szövetségét. A tagállamok, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, NDK és Románia hozzájárultak ahhoz, hogy szovjet csapatok állomásozzanak a területükön, és hogy a szövetség főparancsnoka mindig egy szovjet tábornok legyen. Fő feladatuknak azt tekintették, hogy ha a szocializmus az egyik tagállamban veszélybe kerül, akkor a többi ország katonai segítséget nyújtson. Hogy lássák, ki hol tart a haderőfejlesztésben, egy-két évenként mindig más tagállamban tartottak egyesített hadgyakorlatot. Egy európai háború esetére az volt az elgondolás, hogy a magyar néphadsereg a szovjet csapatok vezetésével lerohanja a semlegességét feladó Ausztriát, majd délre fordul, felveszi a harcot az olasz haderővel, és a Pósíkságon át egészen Szicíliáig nyomul. A másik opció, szintén aktív osztrák harctevékenység ellenében, a Duna völgyében, a Bécsi medencén, majd Passaun keresztül előre nyomulni az akkori NSK déli része irányában. Ezeknek a terveknek a megvalósíthatóságában nem csak a sorállomány, hanem a hivatásos tisztikar is erősen kételkedett. A Varsói Szerződés jelentősége a nemzetközi béke és biztonság szempontjából ma felbecsülhetett. Mindaddig, amíg az imperialisták folytatják a fegyverkedési hajszát, és fenntartják agresszív katonai blokkjaikat, a világ békéjének biztosítéka az az erő, amelyet a Varsói Szerződés képvisel. A kiképzőközpontban, ahol a Varsói Szerződés tagállamainak hadseregei végzik harcászati gyakorlataikat, új létesítmény ünnepélyes felavatására került sor. Katonáink parkot telepítettek a sztyeppén. A szépen fejlődő csemeték között magasodik Lendvai Zsigmond alkotása. A művész négy domborművön a rakétaindítás jellegzetes fázisait örökítette meg. A Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erőinek egyeztetett kiképzési terve szerint 1979. májusában a Magyar Népköztársaság területén a bolgár hadsereg, a magyar néphadsereg, a szovjet hadsereg és a csehszlovák néphadsereg kijelölt csapatai és törzsei, valamint a román néphadsereg kijelölt törzsei Pajzs 79 elnevezéssel hadgyakorlatot tartottak. A hadgyakorlatot Cinege Lajos hadseregtábornok, a Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere vezette. Az elnöki tanács 1960 májusában Cinege Lajost nevezte ki honvédelmi miniszterré, és egyúttal alezredesből rögtön altábornaggyá léptette elő. Cinege a Rákosi korszakban szülővárosa Karcag pártitkára volt. Tevékeny részt vállalt az 56-os forradalom leverésében és a munkásőrség megalakításában. Híres volt vadász szenvedélyéről, valamint hivatali és magánbotrányairól. Neve összeforrott a luxus életmóddal és a hadseregen belüli korrupcióval és hatalmi visszaélésekkel. 24 év miniszterség után 1984-ben nyugdíjazták. Mi békében
szovjet és a lengyel nép, magyar és germán és bolgár, baráti szívvel együtt lép. Te jó barát, csak tartsd a fegyvert kézben, te jó barát, légy mindig harca kész, ne jari nyász, a hadra és a népre, mert védjük azt és óvjuk azt, ne érjen semmi rész. Nekünk a legységparancsnokoknak ez a fegyverbarátság gyakorlat vizsgát jelentett. Vizsgát jelentett a parancsnoki állománynak, a sorállománynak, a barátság, valamint a feladat végrehajtása terén. Mint mondta a hadseregtábornok eltársas, hogy ilyen jó összpontosított, a szövet eltársaknak a segítségével is összhangban volt az egész, és ilyen jó kialakított és megszervezett támadást még nem látott. 1968-ban a Szovjetunió és a Varsói Szerződés további négy tagországa a korlátozott szuverenitás elvére, más néven a Brezsnyev doktrínára hivatkozva végrehajtotta Csehszlovákia katonai megszállását. A bevonulást 1968. augusztus 20-án éjszaka rendelték el. A csehszlovák vezetés parancsot adott, hogy csapataik ne tanúsítsanak ellenállást, ezért tényleges harcra nem került sor. A megszállás célja a csehszlovákiai reformfolyamatok leállítása és szovjet barát kormány létrehozása volt. Amikor ez sikerült, a magyar csapatokat két hónap elteltével, október végén kivonták Csehszlovákiából. 1968. augusztusában a szomszédos Csehszlovákiában a szocialista rendszer veszélybe került. Az ellenforradalmi fenyegetettség elhárításához néphadseregünk kijelölt egységei más baráti hadseregek katonáival együtt internacionalista segítséget nyújtottak. Csapatunk gyalog jár, Tóth a komandója, ott Szevérce, Kosice, vörös a zászlója. Ej, vörös a zászlója. Inkább járjon Barócban, bárhogyos a csizmán, mégis vörös zászló leng, el a folyó partja. Mégis vörös zászló leng, mégis vörös zászló leng, el a folyó partján. És ahogyan elértük szélét a határnak, a Tótok seregében 5000 halálnak. Miközben Kassánlíván elterjesen jártunk, onnan távol keletről ihadásra vártunk. Onnan távol keletről, onnan távol keletről ihadásra vártunk. Hey, bár egészen a rendszerváltásig tagadták, a szovjet déli hadseregcsoport Magyarországon is tárolt nukleáris eszközöket. A robbanófejeket Császár, Tóth Vázsony és Tab térségében, a légierő bombáit Kiskunlacházán és Kunmadarason, a hordozórakétákat pedig Baj és Dombovár térségében tárolták. Magyarországra kétféle atomtöltetet telepítettek a szovjetek. Rakétatüzérséggel, illetve harci repülőgépekkel célba juttatható eszközöket. A szovjet atomtölteteket a rendszerváltás időszakában távolították el Magyarországról. A feltételezett atomcsapás vasárnap a kora reggeli órákban érte Borsod megye központját. A jelentések elsőnek a polgári védelem rejtett vezetési pontjára futnak be.
Gyakorlat ez, a feladatokat mégis komolyan végzik el. A szélirányból és erősségből kiszámítják, hogy melyik községet mikor érheti el a rádióaktív felhő. A közeli sajóládon elrendelik az úgynevezett elzárkózást. Különösen hangzik, de az ablakokra erősített tömítő papírlapok megóvnak a sugárfertőzés ártalmaitól. Sajó-Petri községben egy óra áll rendelkezésre, hogy a lakosságot biztonságos helyre telepíthessék át. A jól szervezett művelet a hatóságok és a közeli gépállomás segítségével 40 perc alatt befejeződik. Megjelölt helyszínekről ez alatt nagy ütemben folyik a sérültek összegyűjtése, osztályozása és ellátása. Ha a kórházak megtelnek, segélyhelyé, szükségműtőkké válnak az iskolák tantermei is. Csak a súlyos sérültek kerülnek műtőasztalra. Általában, és ez is érdekes tény, egyszerű meleg vízzel eltávolítható az emberi testről a radioaktív szennyeződés. Ugyanígy főzéssel a ruhákból. A sugárfertőzött területen megjelennek a vegyvédelmi alakulatok, és nagyhatású ellenszer permetezésével megtisztítják a levegőt, a terepet. Később ezt műszerekkel ellenőrzik a földön és a magasban egyaránt. Megszűnnek a veszélyzónák, véget ér a készültség. 17 ezer résztvevője volt a Borsod megyei nagygyakorlatnak, amelyről igen elismerően nyilatkoznak a hazai és külföldi katonai szakértők. A sorkatonák számára a katonai kiképzés mellett kötelező volt a politikai foglalkozásokon való részvétel is, ahol a politikai tiszt vagy a pártitkár tartott előadást a marxizmus-leninizmus vagy az aktuális politikai helyzet kérdéseiről. A helyes politikai irányvonal hadseregen belüli érvényesítéséről a Magyar Néphadsereg politikai főcsoport főnöksége gondoskodott. Az ifjúsági ház a szellemi felfrissülés otthona. Esténként a fiatalok alegységekként vitatják meg a KISZ kongresszus utáni tennivalókat, az életüket, munkájukat jobbá formáló javaslatokat. A hangulatos, baráti eszmecserén elhangzott vállalások még jobb munkaeredményeket ígérnek. A katona fiatalok közül mind többen érdemlik ki az élenjáró és a kiváló címeket. Fegyver nélküli katonai szolgálat. Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának határozata értelmében hadseregünkben megszervezték a fegyverfogást vallási okok miatt megtagadó hadkötelesek katonai szolgálatát. A fegyver nélküli szolgálatot teljesítő hadkötelesek jogai és kötelességei megegyeznek a többi honvédéval. A Magyar Népköztársaságnak ez a nagyon is emberi és nagyon is humánus hozzájárulása, amely lehetővé tette a mi számunkra azt, hogy mi katonai eskü helyett fogadalmat és fegyveres kiképzés helyett fegyver nélküli kiképzést tegyünk. Tehát a mi hozzáállásunkkal segítsük azt, hogy ez beindulva mindazok számára lehetővé tegye, akik hasonló hitbeli meggyőződésük folyamán nem akarnak esetleg fegyveres szolgálatot teljesíteni. 100 év nem nagy idő egy nemzet történetében, de nagy idő a mi nazarenusok életében. A 100 évben benne van a Habsburgoknak a magatartása, benne van a Horthy idő. Ezek annak ellenére, hogy keresztény kurzusok voltak, mégis nem tudtak annyi megértést és hozzáállást tanúsítani ez az ügyhöz, amit a szocialista magyar kormány megoldott. A magyar néphadseregben a megszokott katonai feladatok ellátása mellett másfajta társadalmi és gazdasági elvárásoknak is próbáltak megfelelni. Ennek jegyében hozták létre az építő műszaki zászlóaljakat, amelyeknek a tagjai rövidített kiképzést követően alapvetően eredeti, polgári foglalkozásukat folytatták angyalbőrben. Az elmúlt 15 évben az építő műszaki csapatok jelentős eredményeket értek el mind a katonai kiképzés, mind az építőipari termelés területén, és tevékenységükkel és munkájukkal kivívták dolgozó népünk, pártunk, kormányunk elismerését és bizalmát. Részt vettek többek között a lakótelepek, kőolajfinomítók, erőművek, az M1-es és M7-es autópálya és a budapesti metró építésében.
Napjainkban az elhelyezési körleteket a beruházás részeként végleges épületekben alakítják ki. Itt nem fölvonulási barakkok, hanem összkomfortos lakások várják a katonákat. Kényelmes szobákkal és fürdővel. Ha a katonák feladatukat befejezik, a lakásokba vasutas családok költöznek. Amíg elkészül a vacsora, mindenki kedve szerint töltheti a szabadidejét. Sokféle kikapcsolódásra van lehetőség. A pöttyös, a futballlabda nem pihenhet délutánunként, a sportpálya heves rangadók színtere ilyenkor. Katonáink mintegy 25 éve dolgoznak különböző építkezéseken, amit lakosságunk tapasztalt, nagy beruházások, határidőre történő befejezése érdekében, és természetesen, hogy az építőműszaki csapatokhoz olyan katonák vonulnak be, akiknek szociális és egyéb problémáik vannak, nős, családos, alacsony iskolai végzettségű emberekből áll, a katonák a teljesítményük után premizálva vannak. 100%-os teljesítménynél a keresetük 45%-át kapják meg, 90%-os teljesítménynél 40%-át és 80%-os teljesítménynél pedig 35%-át a keresetüknek. Ez havonta mintegy 1600-2000 forint. Megengedi, hogy megkérdezem, hogy mi a véleménye az itt dolgozó katonákról? Hát szorgalmasak. Hát nekem az a véleményem, hogy a katonák azok maradjanak a katonasságnál. Az építkezést csinálják az építőipar. Bár azt nem tudom, hogy akkor ki csinálná meg helyettük. Én úgy látom, hogy ezek a katonák becsületesen dolgozgatnak, de szörnyű látni nap mint nap ezt az összebiztaságot, ami itt van. Valami megoldást kellene keresni, mert ez őrület egyszerűen. Hát, ha más nem, akkor több katonát hoznának. Ennyi ifjú pár vágy a híden, hogy a lakáspont ő kapja meg. Gyerünk ne, hogy az a szígye minden, lemaradunk, cselőd lesz gyerek. Hiszre ennyi kell, még százszor ennyi kell, hát ragad meg a bőnröt, adjuk most a szót. Ezen járjon le a szád, eljük rá az angyalát, és fütyüljük a malter induló. Bom, 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 bom. Októberben kerestük fel a mezőgazdasági betakarítási munkákban résztvevő katonáinkat. A mostoha időjárás a késői érés ellenére rendkívül bőséges termést kellett az idén leszedni. Több ezer fiatal dolgozott a különféle termékek betakarításán, és sok száz jármű hordta a termést a magtárakba, válogatókba, konzervgyárakba. Csak az októberi hónapban 236 ezer munkanapot teljesítettek katonáink. Teljesítményük mindenhol meghaladta a 100%-ot, s nem csökkent munkakedvük novemberben sem. Különböző természeti katasztrófák során is bevetették a hadsereget. Magyarországon az árvizek jelentettek ilyen fenyegetést. A legnagyobb polgári célú kárelhárítási hadművelet az 1970-es tiszai árvíz és az azt követő árvízi újjáépítés során zajlott le. Több ezer katona és katonai jármű próbálta megfékezni a felső Tisza vidékén pusztító árvizet. Ott voltak az összes katonaságok, és akkor adott minket. Párfogásra állattak, kocsit adtak, és mindenkinek fel kellett ülnie. A katonáim szinte minden parancs bevárása nélkül azonnal hozzáláttak a mentéshez. És szinte egyenként őstettet vittek véghez ezek az emberek. Volt olyan nem egy, amelyik a saját életét veszélyeztette. Én büszke voltam, és vagyok is rájuk, mert itt gyümölcsözött a hosszadalmas nevelőmunka, ami nem is maradt eredménytelenül, hiszen a katonák, a hazaszeretet, az emberiesség, a hősiesség példáiból fényes vizsgát tettek.
néphadseregünk a társadalmi gyűjtés keretében 6,5 millió forinttal járult hozzá a kárt szenvedett családok megsegítéséhez. Katonafiaink személyes ügyüknek érezték egy-egy családi otthon felépítését, az árvíz nyomán keletkezett sebek begyógyítását. Nagyon szeretném azt megköszönni, mikor a hírt kaptam, hogy a fiamat leszereltették. Laci, gyere csak! Laci! Szaladjál! Mikor adják át fel a házat, egy nagyon szép ebédet rendeznék. Milyen szép házat csináltak a katonák az én kedves fiamnak. Minap a Váci út egyik mellékutcájába hívták ki néphadseregünk tűzszerészei. A kerti munkáknál kemény fémes tárgyba ütközött az ásó. Kevesen gondolnak rá, hogy 21 esztendővel a háború után még mennyi gyilkos harci eszközt rejt a föld mélye, és hogy a lakosság bejelentése nyomán évi 200-250 tonna fel nem robbant lőszer kerül elő. A bombát és robbanószerek felkutatását a Flotilla tűzszerész alakulata végzi a legkorszerűbb elektronikus aknakutató műszerrel. Mégis már csak nem 400 ember egy teljes zászlóalj esett a hősi munka áldozatául. Ahol a műszer sivító hangot ad, azaz fémtárgyat észlel, ott előbb szúróbottal, majd lapáttal, végül kézzel kell beavatkozni. Ilyenkor egyetlen elővigyázatlan rossz mozdulatért emberéletekkel kell fizetni. Az elmúlt háborúban a Szovjetunió után hazánk volt Európa legjobban elaknásított területe. Ennek látjuk itt maradt gyilkos figyelmeztetőink. Az összegyűjtött tüzérségi lőszereket, repülőbombákat és aknagránátokat a tűzszerészek most egy lakatlan területen összegyűjtik és felrobbantják. Nyugodt, kellemes nyári nap, de a föld alól a halál leselkedik. Ne nyúljunk ahhoz, ami a földből előkerül, vigyázzunk életünkre! A tisztesek és öreg katonák szivatásai elől a legjobb menekülést a laktanyán belül a különféle művészeti szakkörök jelentették. Sokan szinte beköltöztek a CMO-ba, azaz a csapatművelődési otthonba, hogy vizes blokktakarítás és krumplipucolás helyett énekkarral, néptánccal, irodalmi színpaddal vagy képzőművészeti szakkörrel múlassák a lassú katonaidőt. A kiállításokon, kultúresteken és ki mit tudokon való szereplések pedig még a laktanyából való hosszabb, rövidebb kijutás lehetőségét is felcsillantották. Íme így látja a kórust a parodista. A kis táborban pihenő dalosok kitörő vidámsággal fogadták a kalocsai katonák mókázását. Andandória! Az alecsék klubokban teremtik meg a közművelődési tevékenység alapját. Többek között hanglemezklub, színházbarátok köre működik. Legtöbb klubjuk többszörös kiváló címet ért el. Jól segíti az ismeretszerzést, a művelődést a könyvtár is. Gazdag választékot kínál rendszeres olvasóinak. Kézügyességgel, képzőművészeti készséggel rendelkezők részére kialakított szakkörben éppen faragó, festő, grafikus dolgozott ott jártunkkor. Munkáik rendszeresen szerepelnek, s díjakat nyernek a hadsereg kiállításokon.
A fotószakkör a Váci Forte gyár támogatásával működik. Van amatőr filmes csoportjuk is. Fotóik jó része a Hadtörténeti Múzeumban rendezett kiállításokon is szerepel. Irodalmi színpaduk Takács Mária rendező vezetésével dolgozik néhány éve. Eddigi műsoraikkal magasabb egységbemutató szintig jutottak el. Most új darabbal készülnek a Hadseregfesztiválra. A kórus néhány tagjának közreműködésével alakult a Beat zenekar, amely még meglehetősen kezdő, de már is elismerést ívott ki magának az alakulat katonái és a környező fiatalság körében. Szép és értékes, amit a művészetekkel alkotó módon foglalkozó fiatalok tesznek, parancsnokaik támogató figyelme segítségével, a saját épülésükre és közösségük örömére. Akar lenni már fiatalon, vegyen részt emen népszerű viadalon. Csupa druk, csupa lás, csupa riadalom, mindez gyűjtő néven. Ki mit tud, van itt vers, zene, tánc, no meg bűvészkedés. Sok az önbizalom, nagy a tülekedés. Csak a győztesek székére ülekevés, hisz a zsűri dönt, hogy ki mit tud. Az élre, hol táncdal, hol operatőr, és lázasan spenkol az operatőr, hogy már a mezőn egyre szűkül a kör, itt fénylik a homlok, ott sárad a bőr. Ne bánt öregem, hogyha nem sikerül, ha a helyre mit vártál, a másik kerül. Jön egy későbbi próba, és ott kiderül, kint az életben majd ki mit tud. Akkor elválik, hogy ki mit tud, ott kell Isten útja megmutatni, ki mit tud. Yeah. 20 éve vagyunk Thália katonái, különleges fegyverneme néphadseregünknek, hazánk szocialista kultúrájának. Nem csak a néphadsereg katonái, hanem mindenütt az országban, még határainkon túl is ismernek és szeretnek bennünket. Még ma is nagy siker a Reggel a táborban című táncjáték. Film is készült belőle. Már 500-nál többször adtuk elő a közönség, és egy kicsit mindig a magunk örömére is. Néphadseregünkben új elemekkel gazdagodott a testnevelési kiképzés, és mint látható, ennél az alakulatnál vidáman, jó hangulatban folyik a foglalkozás. Minden izmot megmozgatnak a játékos gyakorlatok, az atlétikai elemeket magában foglaló versenyek. Még a bátortalanok is jókedvre derülnek egy-egy mulatságosabb, nagyobb ügyességet vagy testi erőt igénylő játékos gyakorlat közben. A foglalkozásokon szinte észrevétlenül mindazt elsajátítják a katonafiúk, ami a harcszerű feladatok végrehajtásához szükséges. Most még csak gyakorlat. Harcban életmentő lehet a kötélmászás. Sas lendület. Iskoláskorból még mindenki emlékezhet rá. Fontos erőmérő és erőfejlesztő gyakorlat. A kedvelt labdajátékok és ezek kombinációi a terepen való mozgást, az ügyességet, a versenyszellemet fejlesztik. A harctevékenység során az egyik leggyakrabban alkalmazott mozgásforma a futással történő gyors helyváltoztatás és az ugrások különböző testhelyzetekből. A kombinált gyakorlatok fejlesztik az érzékszerveket és alkalmasak arra is, hogy felmérjék a fizikai képességet. A rendszeres testedzés egészségünk őre.
Erőnk és ügyességünk segít a harci feladatok megoldásában. A Magyar Honvédelmi Szövetség sport- és szabadidős tevékenységeket szervező szövetség volt 1948 és 1990 között. Az MHS legfontosabb szerepe a honvédelmi nevelés erősítése és a sorköteles fiatalok fizikai erőnlétének fejlesztése volt. Ennek érdekében működtették a lövész, a rádiós, a könnyűbúvár, a repülő és ejtőernyős szakosztályaikat, de technikai sportként ennek keretei között működött a magyar modellező sport is a 20. század második felében. A rendszerváltás előtt a gépjármű vezetés oktatása is az MHS-hez tartozott. 1949-ben döntött úgy a Honvédelmi Minisztérium, hogy saját sportegyesületet hoz létre. Ez lett a Kispesti Budapesti Honvéd Sportegyesület, rövidítve BHSE. A kiemelkedő honvéd sportolók még katonai rendfokozatot is kaptak, mint például Puskás Ferenc, a száguldó őrnagy. Ő azonban diszidálása miatt az 1956 utáni honvéd dicsőség tablókra már nem kerülhetett fel. Kosárlabda. 1955-ben Európa bajnok Magyarország. A csapat a Honvédra épült. Cinkán doktor. Bánhegyi. Bence. Greminger a kapitány. És Simon János minden idők legjobb csapata. És íme Greminger győztes Európa bajnoki kosara. De szép is volt. London és Helsinki. Két olimpia bajnoka, a kötélidegzetű Takács Károly, a Honvéd egyik alapító tagja. A lőlapon csupa tízes. Szellemes technika, megragadóan könnyed mozgás, utolérhetetlen elegancia. Ilyen volt Kárpáti Rudolf nyívása. Pézsa Tibor, Tokió bajnoka, Mexikó bronzérmese. A magyar vívósport különleges egyénisége, a méltó utód, aki a nagy magyar vívóhagyományok folytatója. A lehelet finom akciók helyett jellemző vonása az erő. Az öttusában is élen jár a honvéd, Mócár István. Dr. Török Ferenc és Dr. Móna István vitte már oly sok diadalra a piros-fehér színeket, s szerzett sok dicsőséget hazánknak. Családi harmónia. A noszáj házaspár még a létszfelek sem hagyja el egymást. A fiú és az édesapa, Takács Károly, a jövő bajnokát neveli fiából. Nők és férfiak békésen megférnek egymás mellett a lőállásban. Ez a kifejezetten a néphadsereg arculatához tartozó sportág a Honvéd megalakulása óta működik nagyszerű eredménnyel. A sok-sok edzés jutalma Petrikovics Gyula Európa-bajnoki aranyérme Wichmann Tamással a Kenu 2-esben. Íme egy kis ízelítő az edzések kulisszatitkaiból. Ez a híres Eszkimó forgás. Fordulás művészetét csak sok edzés árán lehet elsajátítani, a birkózásban is. Varga János olimpiai bajnok ebben is utolérhetetlen mester. A birkózó szakosztály bajnokok sorát adta a magyar sportnak. Első rangú a honvéd ökölvívó utánpótlása. A honvéd a labdarúgásban is vezető szerepet játszik a magyar sportban. Hajrá, honvéd! We'll be right back.
A mai katonát tudományos alapon öltöztetik. Külön ruhája van minden fontosabb tevékenységhez. A legtöbbet használt gyakorló öltözet is több rétegből áll. Téli-nyári változatban. Minden katona kap melegítőt a sportoláshoz, pizsamát az alváshoz. A laktanyán kívül a kimenő ruha a módi. A katona abban jár haza, szabadságra, színházba, moziba, szórakozni, ismerkedni a lányokkal és táncolni. Csini baba, neves felé, Csini baba, szeres belé, Csini baba, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini baba, becíz lefé, Csini, Csini, te légyenyé, Csini baba, ne haragudj, kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karkom ruhád, csupa karka virág, hangot lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagy is kész. Szeretem a szemed színét, Csini, Csini, de nem tudom a neved semét. Csini, Csini, Csini baba, úgy szeretlek én, s így nevezlek én, Csini baba. Légy hát az enyém, Csini, Csini baba, légy hát az enyém, Csini, Csini baba, Csini baba, légy hát az enyém. A sorkatonák legfőbb rémei a katonai rendészek, más néven váposok voltak, akik az utcán igazoltathatták a kimenőn lévő katonákat. A részegség, randalírozás nyilvános helyen, vagy a kimenő időn túli kimaradás több hetes laktanyafogságot vont maga után. A katonai rendész alakulatoknak az alábbi feladatokat kell végrehajtaniuk. Forgalomszabályozást és ellenőrzést a katonai gépkocsi utakon és menetvonalakon. A lemaradt, eltévedt, szökött katonák összegyűjtését és átirányítását alakulataikhoz, vagy átadásukat a katonai bíróságoknak. A legsúlyosabb cselekmény a szökés, ezen belül is a fegyveres szökés, valamint a katonai titkok kiadása, vagyis a kémkedés volt. Ezekért fogda, börtön, katonai bíróság járt. A Magyar Néphadsereg együttműködve a BM szervekkel rendszeresen átfogó katonai rendészeti ellenőrzéseket rendez. A járőrök tevékenységét követtük kameráinkkal, hogy ellessük a laktanyán kívüli viselkedés legjellemzőbb problémáit, eseményeit. A járőrök feladata ellenőrizni a pályaudvarokon, nagyobb tereken, forgalmas útszakaszokon közlekedő katonák magatartását, ápoltságát, az öltözködésüket, az okmányaik érvényességét és azt, hogy egyáltalán van-e. Kiszűrik a forgalomból és előállítják a tilalom ellenére stoppoló katonákat. Hol szálltak be a kocsiba? Paksón. Az ellenőrzés célja, hogy megakadályozza a katonák laktanyán kívüli helytelen, szabályzat ellenes viselkedését, hogy visszatartsa a katonákat a fegyelmezetlenségek, bűncselekmények elkövetésétől. Az elkövetett vétségek túlnyomó többségét az ital okozza. Ezért különös figyelmet szentelnek az italozó és az italos katonáknak. A járőröknek szigorúan kell eljárniuk azokkal szemben, akiken az ital hatását észreveszik. Italfogyasztás egy kicsit több már, nem? Nem. Tehát érvénytelen, könyvel, szabálytalanul, engedély nélkül elhagyta a laktanyát, plusz átöltözött engedély nélkül civilbe, ezért előállítom a helyőrségre. Megértettem? Megértettem. Tessék beszállni a gépjárművet.
Sajnos egy-egy ellenőrzéskor elég sok katona fejezi be kimaradását, eltávozását a fogdában, aminek többek között az is következménye, hogy jó ideig nem lesz alkalma a laktanyán kívül szórakoznia. Nem csak a mundér becsülete, az emberi normák és viselkedési szabályok is azt diktálják, hogy a katonafiatalok a szabadidőben is őrizzék meg emberi méltóságukat. Viselkedjenek civilizáltan, kultúráltan, és tartsák be a kötelező katonai előírásokat. Akkor kevesebben fogják ebben a kényelmetlen és következményekkel járó helyzetben befejezni a laktanyán kívüli kiruccanásaikat. Látogatáskor nem célszerű, ha a látogatók az összes gondot, problémát elhozzák. Főleg nem szabad elhozni azokat, amellyel csüggedést, kedvetlenséget vagy olyan gondot okoznak, amely elveszi figyelmüket a szolgálati feladatok eredményes végrehajtásáról. Rossz érzést vált ki a katona fiatalokból síró menyasszonyt vagy édesanyát látni. A kedves szülőket, hozzátartozókat öröm és büszkeség töltse el, hogy katonafiúkat egészségesen láthatják, aki becsülettel tesz eleget állampolgári kötelességének. Látogatás alkalmával célszerű a kellemesen eltöltött otthoni, családi élet, baráti kapcsolat, a kisben eltöltött egészséges szórakozási emlékek felelevenítése. A magyar néphadsereg fennállásának évtizedei alatt ideológiai és politikai elvárásokkal túlterhelt, alacsony hatékonyságú és túl drága katonai szervezet volt. Működésének másik problémáját a kollektív felelőtlenség jelentette. Mindenki a felette álló szintre utalta a megoldásra váró kérdéseket. Ez is szerepet játszott abban, hogy a katonaköteles fiatalok jelentős része nem valami férfias erőpróbaként, hanem többnyire felesleges kötelezettségként élte meg a katonaságot. Szél viszi messze a fellegeket, felette lángol az ég. Nyújtsd ide, édes, a két kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom? Ki tudja, csókol-e szád galambom? Ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább? Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szád galambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a század tovább. 1990. március 15-én a Magyar Néphadsereg új neve Magyar Honvédség lett. 1991-ben megszűnt a Varsói Szerződés, és az utolsó szovjet katonák is elhagyták hazánkat. 1999-ben Magyarország csatlakozott a NATO-hoz. 2004-ben az országgyűlés felfüggesztette a kötelező sorkatonai szolgálatot. Járhatod síkon vagy a hegyek tetején, sűvíthet száz szivatar galambom, szívemnek te vagy az örök remény. Száll ez a dal. Szél viszi messze a fellegeket, felette lángol az ég. Nyújtsd ide, édes, a két kezedet, ki tudja, látlak-e még? Ki tudja, ölele a két karom? Ki tudja, csókol-e szád galambom? Ki tudja, mely napon, mely a